Árfaszóval hangolták a karácsonyra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komplex hajléktalan ellátó és rehabilitációs központ lakóit a Matkói úton. Idén különleges műsort mutattak be az Arany Szamár Pápszínház művészei. A Régi Karácsony című színdarab egy polgári millióben játszódó kerettörténet, melyben egy Fekete István novella és egy népmese átirat hangzik el, varázslatos tárgyakkal és sok-sok énekkel. Az érdekessége vagy a különlegessége ennek a előadásnak, hogy végig hárfa kíséret zajlik, és rengeteg ének, népdalfeldolgozás, én még azt gondolom, hogy több vallási ének is elhangzik az előadásban. És ezek a mesék különleges tárgyakkal vannak elmesélve. Értem ez alatt, hogy van például egy óriás könyv, egy ilyen 3D-s könyv, amit lapozgatunk, és úgy meséljük el a történetet, és van egy varázskocka, amit pedig forgatunk, és a különböző oldalaival, kvázi mint egy képmutogató meséljük el a történetet. És van egy kerettörténet, ami egy testvérpárról szól, várják a karácsonyt, várják a vendégeket, és nem jön el senki. És igazából ezekkel a különleges ajándékokkal és történetekkel ajándékozzák meg egymást, ami nekik gyermekkorukban nagyon, nagyon jó és kellemes élményt okoztak, és ezt felidézve emlékeznek a régi karácsonyokra. Patai Edit, a hajléktalan ellátó központ intézményvezetője elmondta, egy pályázat segítségével tudták megszervezni ezt a karácsonyi ünnepséget. Intézményünket az ősz folyamán kereste meg Labát Ferencné Mária, azzal a kéréssel, hogy a városi támogatási program keretén belül egy sikeres programot, pályázatot nyert, amelynek a címe Fekete István Régi Karácsony című színházi előadása. Ezt a rendezvényt, ezt a műsort szeretnék itt az előadók, az hajléktalan szálló lakóinak bemutatni a mai nap folyamán. A Máltai Szeretetszolgálat nagyon fontosnak tartja a rászorultak segítését. Nagyon fontos az szerintem, hogy karácsonykor ne csak a fizikai szükségleteiket elégítsük ki ezeknek az embereknek, hanem egy picit azokat a régi emlékeket is előhozzuk, ami gyermekkorban, fiatalkorban, vagy amikor még családban éltek ezek az emberek. Érdekes volt, mert a tavaly előtti karácsonyi készülődéskor egy nagyon érdekes mondat ütötte meg a fülünket az ellátottak részéről. Nem a karácsonyfa és az ajándék hiányzik ezeknek az embereknek, hanem az az illat, amikor otthon készültek a sütemények. Én remélem, hogy ha illatot most nem is tudunk biztosítani, de egy jó érzést tudunk adni hozzánk segítségért forduló embereknek. Az előadást pedig nagyon élvezték a hajléktalan ellátó központ lakói. Sokat nevettek, nagyon jól érezték magukat.